Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Ma, most, amikor Önök néznek minket, húsvét hétfő van, ezt az adást viszont korábban rögzítettük, de ma is, a rögzítés napján is, és húsvét hétfőn is aktuális az úgynevezett kvesztorügy, ami az elmúlt napokban uralta a híreket, és uralta ezáltal az Egyenes beszédet is, a hírek háttér műsorát. Itt volt az elmúlt héten a fővárosi főügyész, és vele a legfőbb ügyész kijelentése kapcsán beszélgettünk arról, hogy vajon miért is nem lett először tanú kihallgatáson, vagy miért nem vett részt tanú kihallgatáson Tarsoly Csaba, a kvesztor ügy főszereplője, és miért lett egyből gyanúsított, erre a vitára emlékeznek. És arra is, hogy erbe a vitába belekeveredett, vagy belekeverte saját magát Magyar György ügyvéd. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Kérdés akarom, nem belekeveredtem, hanem az újságírók megkérdezték, hogy valóban ez lehet-e a gyakorlat a magyar büntetőeljárásban? Így igaz, tehát szakértőként kérték és kérdeztük a véleményét, aztán úgy keveredett bele, hogy gyakorlatilag, nem mondom, hogy központi figurájává vált az ügynek, a kérdésnek, de hát ön szakértőként a szakértői véleményét elmondta, és erre aztán hát a fővárosi főügyész igen keményen válaszolt önnek, hogy ön hát gyakorlatilag nem jól tudja. Tehát amit mond, az nem igaz, tehát hogy butaságot állít. De akkor mondjuk el a nézőknek, hogy netán nem emlékeznének az elmúlt pár nap történéseire. Ugye arról van szó, hogy bizony úgy kellene lennie minden esetben, hogy azt a legfőbb ügyész és a fővárosi főügyész is állítja, hogy aki potenciálisan gyanúsított lehet, akkor azt több mint nem illik, hanem nem szabad tanúként kihallgatni, hiszen olyat állíthat, olyat mondhat magára, amit majd aztán felhasználhatnak ellene, akkor, amikor mondjuk gyanúsítottá válik. És erre mondta ön, hogy bizony azért a gyakorlat meg azt mutatja, hogy ez elég gyakran előfordul. Ez egyáltalán vita tárgya? Mert ezek tények, nem, hogy ez gyakran előfordul. Akkor mi a vita tárgya, hogy nem szabadna előfordulni? Ebbe is mindenki egyetért. Hát bizonyos körökben lehet vita tárgya, és érdemes a másikat legyúri bácsizni, és azt mondani rá, hogy orbitális butaságokat beszél. Ennek ellenére én fenntartom az álláspontomat, és nagyon sok e-mailt, SMS-t kapok eljárásban szereplőktől, kollégáktól, hogy ők legalább 80-90%-ra teszik annak arányát, amikor valaki tanúként megy be, és képletesen gyanúsítottként jön ki, ha kijön. Ez nagyon sok, a 80-90% nagyon sok. Nem voltam ilyen bátor, én csak 50-et nyilatkoztam, amikor az újságírók megkérdeztek, de én adok egy próbát, vagy ajánlok bárkinek, elég hozzá 8 általános. Be kell menni bármelyik irattárba, elő kell venni akár befejezett iratokat, nyomozati szakaszban lezárt aktákat, elég az első oldalt fölnyitni, mert ott tartalomjegyzék van. A tartalomjegyzék mutatja értelmesen, hogy mik vannak az aktában. És játsszuk el azt, hogy mondjuk Kovács Jolánka lenne a gyanúsított később, aki tanúként indul. A 23. sorban mondjuk oda lesz írva, hogy itt van benne az aktában, kérem tisztelettel, 23 sorszámmal. Kovács Jolánka tanúkénti kihallgatási jegyzőkönyve, majd lejjebb megyünk, és ott a 34-es sorban meg fogjuk találni érdekes módon ugyanennek a Kovács Jolánkának a gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyvét. Tehát én azt mondom, hogy nem kell ezen vitatkozni, nyissunk föl bármilyen aktát, és én nyerek akkor, ha 50%-nál fölöttibb az ilyen gyakoriság, és megnyerheti Ibolya úr, ugye jól mondom a nevét, igen. Akkor jól mondom, megnyerheti ezt a versenyt, hogyha 50% alatt van. Azért kérdeztem, hogy mi itt a vita tárgya, mert szerintem ezt sem a legfőbb ügyész, sem a fővárosi főügyész, sem senki nem tudja vitatni, hiszen ezek tények és számok. Inkább én arra gondoltam, hogy talán az lehet, most akkor fejtsük meg, hogy egyetem miről vitatkoznak az érintett felek, talán az lehet a vita tárgya, hogy miközben mindenki arra törekszik a szakma szabályai szerint, hogy a potenciális gyanúsított az ne legyen először tanú, mert hogy akkor az nem tisztességes az eljárásban, de hogy egész egyszerűen az ügyek jellegénél, sajátosságánál fogva az élet hozza így. Ez igaz lehet ez az állítás? Hogy az ügyek többségénél valaki tényleg először tanúként kerül a bűnöldöző szervek látókörébe, és aztán bebizonyosodik, hogy valami köze lehet ehhez az ügyhöz. Könnyen lehet, de ennek ellenére felhasználják a vallomását tehertételként. Na de erről a hatóságok tehetnek? Hát nagyon. Hiszen na jó, de hát akkor ő még nem volt potenciális gyanúsított, amikor... De nem hallgatták ki. Hát ezért kiabáltunk. Azt mondtuk, hogy eltelt 2-23 hét, és Tarsoly úr jött, ment, intézkedett, teherautók jöttek, mentek, az éjleple alatt, ugye?
papírok jöttek, mentek, az én ügyfeleim több mint 2000-en nem jutnak hozzá pénzükhöz, egyesek hozzájutnak, kettesek nem jutnak hozzá, és azt gondoltuk, hogy itt valamit tenni kéne, hogyha tarsolyulat hagyják jönni, menni, és még meg se kérdezik, mert közben olvastuk a sajtónyilatkozatokat, hogy tanúként sincs meghallgatva. Már volt jogi képviselője. Az ügyvéd szó azt jelenti, ugye, hogy van hozzá egy ügy, és mögötte van valami, amit védeni kell. De neki már volt ügyvédje, de még nem volt ügye. Hát hogy létezik ez, hogy ebben a pozícióban nem érdekli a sajtó, a nyilvánosságon keresztül az ügyészhivatalokat és a nyomozati szerveket, hogy mit cselekszik? Hát bizonyára látta a fővárosi főügyésszel történt beszélgetésünket. Felhívták rá a figyelmemet, mert én az alatt az idő alatt, amíg önök a műsort vitték, én a kvesztoros ügyekkel dolgoztam. De utólag tudom, hogy megnézte, tehát lejátszottuk, mintha én lennék a nyomozati bíró, ő pedig az ügyész. És hát ugye ebből, és ezáltal bizonyította be a fővárosi főügyész úr, hogy a megalapozott gyanú az azért mondjuk egy 8000 oldalas irat lefoglalása után egy nappal egész egyszerűen nem állhatja meg a helyét, nem áll meg a lába. Mi az, hogy megalapozott gyanú, hogyha eltelt a iratlefoglalás és a bizonyítékok áttekintésére fordítható idő az mondjuk egy nap, akkor erre egy bíró nem mondhatja azt, hogy ez egy megalapozott gyanú, ebben pedig igaza van az ügyésznek, nem? Azt mégis ezt mondta, de én azt gondolom, hogy abban neki igaza van, hogy a megalapozott gyanú az egy nagyon fontos nyomozati elem. Én is anélkül, ezt mondom. Anélkül ugyanis például nem lehetne foganatosítani zár alávételt sem, meg biztosítás intézkedés sem, csak gyanúsítás után. Ezért aztán mondtuk azt közben, de nem kérek erre most kitérni, csak zárójelet nyitok, hogy teljesen felesleges a jogalkotást ebbe az irányba eltolni, mert ezek a lehetőségek eddig is felálltak, ezért kellett volna felgyorsulni, néztem valóban az önök adását utólag, mert többen felhívták rá figyelmemet, hogy nagyon tetszett nekik ez a csendőr pertuszerű megszólítás, de ennek túlmenően... ahogy önt megszólítottam. Igen, ezen túlmenően én azért nagy tisztelete vagyok ő iránta is, mert biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül került vezető pozícióba. Biztos erős szakmailag, de gyakorlatul valószínűleg elszakadt. De nem akarom őt minősíteni, ragyogó munkát végezni, talán nem hárman kéne ezt az ügyet végezni, próbálják meg 9-en végezni, és akkor hatványozottabban fognak eredményt. Mert a mi ügyfeleink... Sokan szülnek. Hát ez nagy hiba lenne, hogyha az ügyészség a szülés miatt leállna, és a bűnözők megszaladgálnának. Tehát akkor vegyenek fel férfi munkatársakat talán, vagy valami hasonlót kéne. Na, azt nem szeretem az ilyen diszkriminációt, vegyenek fel női munkatársakat. Hát vegyenek fel akkor 9-et még, de ez nem érdekes, az viszont fontos, amit ön kérdez. Hogy egyetértek azzal, hogy egy megalapozott gyanúhoz megalapozott bizonyítékrendszerre van szükség. Ebben igazat mond az ügyész. Abban igazat mond, amikor egy feljelentés azt tartalmazza. Ország, világ tudja azt, hogy 150 milliárdért, nem 150 forintért, 150 milliárdért bocsátotta ki ennél a kvesztornál, vagy a kvesztor kisvállalkozásai köréből hamis kötvényeket. És az MNB teszi, ezt a bejelentést, akkor ezt nagyon könnyű kontrollálni, elég csak az MNB-től a bizonyítványokat begyűjteni, és már is megy hát a tanúkénti meghallgatás követően a gyanúsítás. Azt mondta nekem erre a fővárosi főügyész, hogy ez nem volt elegendő megalapozott gyanúhoz. Mert én is ezzel jöttem elő, hogy hát hiszen a Magyar Nemzeti Banktól érkezett a hivatalos kommunikáció és a feljelentés is, hogy itten fiktív kötvénykibocsátás volt. Szóval itt a nyomozószervek borzasztó komoly munkát végeznek, én ezt elhiszem. Nagyon gyorsan össze tudták szedni az információkat. Hallom, azt hiszem a mai sajtóban van benne, hogy már azt is meg tudták határozni, hogy 160 milliárdnyi vagyont sikerült lefoglalni. Igen. Hogy ezt kiértékelte föl ilyen gyorsan, ezt még nem tudom. Ezt is Ibolya úr jelentette be a Klubrádióban. Akkor biztos így van, mert akkor ő arra is képes ezek szerint harmad magával is, hogy megállapítsa, hogy például a Győri Lábajetú stadionnak mennyi ma a forgalmi értéke, meg tudja mondani, hogy a valós részvényeknek mennyi a mai forgalmi értéke, meg tudja mondani azt, hogy a kötvények, amik igaziak vagy nem igaziak, mennyit érnek, és egyáltalán tudja pontosan, hogy a lefoglalt vagyontárgyaknak mi a reál értéke, ehhez neki nem kell szakértői vizsgálat, ehhez neki nem kell semmiféle felmérés, én pedig azt mondom. Itt Magyarországon eljutottunk odáig, hogy ezek a függetlennek minősítendő szervek nem végzik el objektíve a feladatukat, és nem fogunk tudni másképp tisztán látni, csak akkor, hogyha indítványomra, vagy bárkinek az indítványára egy hazai és nemzetközi szaktekinti érdekből fölálló külső bizottság megállapítja, hogy itt az értékpapírszférában mi történt, és mi volt szabályos, és mi volt jogellenes. Erre mit van keresnek? Lehetőség? Hogy ne lenne? Mit keresnek ott? Ezt hogy hívják? Mindjárt mondom. Mit keresnek ott az állami pénzek?
hogy lehet őket ide-oda rakosgatni, még ők tesznek fejlentést, hogy hol a hozam. És újra megkérdezem, hogyha az államnak hiányzik a hozam kockázaton, akkor hol van az ügyfelek pénze? Tehát tessékszerűen az ügyfelek pénzével foglalkozni az ügyészségnek, és nem pedig azzal szórakozni, hogy eléggé adat van már ahhoz, hogy meggyanúsítsuk azt, aki nagy valószínűséggel felele, 8 éve felel ezért a tevékenységért, nem tegnap kezdték. És ezt egyedül nem lehet csinálni, kedves műsorvezetőnő, kérem. Ehhez kellenek segítők, akár az ellenőrzés szférájában, akár máshonnan. És ez már átfő, különböző nem csak céghálókat, hanem úgynevezett bűnhálókat is képes átszőni. Ezért vagyok bátor azt mondani, hogy kívülről kérünk segítséget. Na, létezik Madridban, igen? És létezik Párizsban egy európai tőzsdefelügyelet. Uh-huh. És ezeknek a szaktekintélyeknek a szakvéleményére és állásfoglalására szükségünk lesz. Mert úgy látjuk, hogy itt a belső szférában elkenik a felelősséget. És úgy látjuk, hogy nem a megoldás irányába, hanem inkább a hárítás irányába haladunk. És én azért emelem föl a hangomat az ügyfelek érdekében. Az ügyfeleknek nem tudok mit mondani, hogy hol van a magyar ellenőrzés, és hol van a kármegosztási felelősség. Nem tudok mit mondani. Ezért szükségünk van ezekre a bizottsági meglem. Úgy tudom, hogy a műsorban utána jön majd Vértes úr. Biztos el fogja ő mondani, hogy hogyan működnek ezek az európai tőzsdevizsgálati elemek. Azt tudom, hogy nincs hatósági jogkörük, de talán szakmai megnyilvánulásuk egészen biztos, hogy hatékony lesz. Miért mondta azt a beszélgetésünk elején, hogy amíg nem volt gyanúsítás, addig jöttek-mentek a teherautók, jöttek-mentek a papírok? Hát erről olvastunk a médiában. Szomszéd néni, szomszéd bácsi azt mondta, hogy itt furcsa költözéseknek voltak tanúi. De aztán az ügyvéd azt mondta, hogy nem is költözött el Tarsol Csaba, otthon van és... Csak nyaralni ment. Na mindegy, ezt nekem teljesen mindegy, hogy mit csinált. Egy a lényeg, hogyha van egy gyanú, és van egy feljelentés, és a feljelentés mögött egy ekkora horderjedű ügy van, mert nem arról szól az ügy, hogy a szomszédnéni nincs jóba a szomszédbácsival, és ezért vitatkoznak arra, hogy ki kapálhat a kerítés mentén, hanem arról van szó, hogy itt megrokkantották a magyar pénzügyi szférát, oly mértékben rokkantották meg hosszú éveken keresztül, hogy utána az egész gazdaság össze tud dőlni, és egymás után dominószerűen megy el az egész bizalom Magyarországról, és a belső befektetőkről. Amikor ilyen szubstrátumú ügy van, akkor nem három ügyésznek kéne az ügyet táncoltatni, és nem azt kéne mondani a parlamentben, hogy nem elegáns dolog meghirdetni tanúként abból valaki gyanúsított legyen. És azt is mondotta a legfőbb ügyész úr, akit szintén nagy tisztelettel jelzek, hogy az sok-sokféle etikai vétséget, meg azt hiszem, erkölcsi sérelmet okozna, hogyha mi azt csinálnánk, és megsértenénk az emberi jogait annak, hogyha valakiből csinálnánk tanúból gyanúsítottat. Tessék mondani, akkor ha én be tudom mégis bizonyítani az ügyekből, hogy volt ilyen, akkor az annyi rendbeli emberjogi sérelmet fog dokumentálni? Tartok tőle, hogy igen. Hát akkor Európai Emberi Jogok Európai Bírósága? Forduljunk számtalan ügyben oda? Hát ezek szerint, hát hogyha ez az üzenet lényege, és amit én mondom, az oktalanság, és ott van a tudás a másik oldalon, akkor mérkőzzünk meg, és nyerjen a jobbik, már nem politika értelemben. Értem. Mit gondol, több ezer ügyfelet képvisel, mit gondol akár a 160 milliárd forintot érő vagyomból, vagy a győri Etos stadionból, mikor és hogyan láthatnak, hogyha ebből akarják kártalanítani az ügyfeleket, akkor az ügyfelek mikor és hogyan, milyen úton, módon? Tehát kinek adjuk el a győri Etos stadiont, hogy a Pista bácsi vagy Mari néni most ne, csak hogy ember... Persze. Tehát, hogy próbálja mindenki sorsokat képzelni az ügy mögé, tehát, hogy azok, akik most veszítettek, akár egy élet felhalmozott munkájával, az élet munkájával felhalmozott kis összegüket elveszítették, ők mikor látnak pénzt majd a győri Etos stadionból? Ők is ezt kérdezik. Ma néhány ismerősöm felhívott jópofáskodással, és azt mondották, hogy intézzük el, hogy a győri stadion jöjjön fel Budapestre, és akkor nem kell több stadiont építeni. Milyen egyszerű megoldás. Volt erre példa, azt hiszem, külföldön, valakinek megtetszett egy híd, összecsomagoltatta a kis kockákba, összerakatta és átvitte egy másik helyszínre. Hát a győri stadiont hozzák fel Budapestre, és nem kell felújítani 6-8 milliárdért a futballstadionokat. Ez vicc, de nagyon komoly. Az a része, hogy ön jól érzi, nem tudhatjuk, mikor lesz ebből pénz, mikor foghatják meg az emberek azt a vagyonkájukat, amit oda betettek. Mert azért vitték oda a pénzüket, mert ígértek nekik egy hozamot. Én azzal tisztában vagyok, hogy aki nagyot kockáztat, annak kicsi a biztonsága. És aki fordítva csinálja, annak talán jobb a rendszere. Na de itt most nem is arról van szó, hogy akkorát kockáztattak az ügyfelek.
hogy aztán, hát kérem szépen, ezen buktunk, mert a svájci nemzeti bank, mert a pénzpiac világa. Mint valaki hazavitte a beállítást. Fiktív kötvénykibocsátás itt volt, valaki... tehát nem az ügyfelek kockáztatása miatt buktak az ügyfelek. Maradjunk abban, hogy az is lehet a hozam oldalon. De a tőke tekintetében ott sincs garancia. És tetszik tudni, most mi állt be jogi borzasztóság? Egy abszurditág, egy paradox szituáció. Hogy aki tiszta kötvényt vásárolt, annak nincs bevabiztosítása, mert kockázati felület. Aki hamisat, azt pedig most be akarják ebbe aprikálni, mondván, hogy nem tehet semmiről, hiszen ezek a kötvények, ha egyszer hamisak, akkor hamisak. Hát azt honnan tudjuk, hogy ki vett a hamisból, ki a tisztából? És a sorszámból talán rá lehet jönni majd 70 év múlva, és körülbelül annyi idő alatt lehet felmérni a kárt, amit csak az főügyészség képes arra, hogy ezt 12 perc alatt megállapítás. Tudom, hogy egy ügyvéd nem lehet pessimista, hiszen az nem lehet az ügyvédek sajátossága és tulajdonsága, de nagyon komolyan mondom, ez a keszekuszaság, amit most így elmúlt 15 percben felvázoltunk, ez alapján lát arra esélyt, hogy itten az ügyfelek valamikor maradéktalanul, tehát nem valamennyit, hogy mondjuk 6 milliói, maradéktalanul hozzájussanak a pénzükhöz? Több forrást tudunk elképzelni. Hát itt van egyszer a felszámolás, mert azért felszámolás előbb vagy utóbb lesz, de ha hamis a csődbejelentés, akkor is. Minden idő, de ott azért megjelenik egy tétel. Megjelenik a bevágtól és a biztosításoktól is egy tétel. Indítunk pereket, nem nagy szubstratumú pereket, és nem pertársaságokat, mert nem lehet 1000 emberrel pertársaságot vinni. Próbapereket viszünk, és ott a felelősséget, az úgynevezett család magatartással kapcsolatos polgárjogi felelősséget megállapítatjuk. Büntetőeljárásban ott vagyunk egyéb érdekeltként is érvényesítjük az embereink polgárjogi igényét. Tehát több helyről, több tételben. Államot is ez a pénz, felügyelet és miatt? Most tetszett mondani az ötödik forrást, én azt gondolom, hogy ott van a megoldás. A Nemzeti Banknak, akinek úgy tudjuk, hogy vannak felesleges pénzeszközei, és tud költeni kastélyra, meg talán festményre, zongorára, vagy brácsára, már nem is tudom pontosan, akkor talán álljon helyt az ügyfelek felé, mert nála is van felelősség. Itt az ellenőrzés hiányosságát... Elindítanak egy ilyen eljárást? Meggyőződésem, hogy ha ez a szakmai bizottság, amiről beszéltem, igen, a véleményét megalapozottan előveszi, és ott kikerül az ellenőrzés hiányosságának jogi magatartás következménye, akkor bizony fel kell lépni. Akkor járna helyesen a Nemzeti Bank, hogyha az emberek felé kártalanítana, és utána eljárna azokkal szemben, akik hibásak. Legyenek büntetőjogi felelősök, legyenek ellenőrzés elmulasztói, legyenek hatalmi tényezők, akik esetleg olyan magatartásra késztettek egyeseket, amit önmaguk nem tettek volna, be vannak védve, vagy nincsenek bevédve, ezt vizsgálják ki utóbb. De a szerencsétlen ember, aki erről semmit nem tehet, az hagyjusson hozzá ahhoz az összeghez, ami megilleti. Hosszú menet lesz ez, még köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.